Január 25-én a Tisza Balneum Hotelben tartotta ünnepi ülését a képviselőtestület. A szokásosan januárban megrendezett ünnepség a Város Napja nevet viseli, hiszen ekkor arra is emlékezünk, hogy 1984. január 10-én ismét városi rangot kapott Tiszafüred. Az esemény alkalmából került sor a képviselőtestület által adományozott díjak, elismerések átadására. A rendezvény a himnusz eléneklésével kezdődött, majd polgármester asszony megnyitotta az ünnepi képviselőtestületi ülést. Az első köszöntő dr. Kállai Mária kormány megbízott mondta. Úgy gondolta, hogy a kisebb-nagyobb közösségek mindig küzdöttek azért, hogy hagyományaikat, értékeiket megőrizzék. Tiszafüred 30 évvel ezelőtt azért kapta meg a városi címet, mert erősödni, fejlődni akart. A közösséget erősíti a mai nap is, amikor a képviselőtestület a város lakóinak nevében elismeri személyek, csoportok sok éves munkáját. Pintér Erika polgármester elmondta, hogy a várossá válás 30. évfordulójához érkezett Tiszafüred, hiszen 1984. január 10-én alakult meg a Városi Tanács, illetve ekkor vette át Rente Ferenc, akkori tanácselnök, a város alapító okiratát. Pintér Erika visszatekintett az elmúlt évszázad 70-es, 80-as éveire, amikor az igazi fordulatot a Tisza 2 vízlépcső építése és az ipartelepítés jelentette. Idézte a kor foglalkoztatási adatait, a kereskedelmi egységek számának, a lakásállománynak, az oktatásnak, az infrastruktúrának a fejlődését. Polgármester asszony az akkori tanácselnökről, Rente Ferencről azt mondta, hogy elkötelezett vezető volt, aki személyes kapcsolatait jól kamatoztatta a város érdekében. Pintér Erika azt kívánta, hogy a további tervek megvalósításához adjon erőt nekünk, elődeink példája. A köszöntők után került sor a városi kitüntetések átadására. 24 éven át tartó országgyűlési képviselői munkájáért Tiszafüred díszpolgára címet adományozott a képviselőtestület Varga Mihály miniszter országgyűlési képviselő részére. Varga Mihály 1965-ben született tőzsgyökeres karcagi családból. 1989-ben kapott oklevelet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd gazdasági revizorként dolgozott. 1988. decemberében a karcagi Fidesz szervezet alapító tagja. 1990-től országgyűlési képviselő, államtitkár, miniszter, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetője. Képviselőként nagy figyelmet fordított Tiszafüredre, számtalan eseményt, rendezvényt látogatott meg, jótékonysági rendezvényeket támogatott. Varga Mihály emberi tartása mindannyiunk számára példaértékű. Tisztelt polgármester asszony, kormány megbízott asszony, elnök úr, parancsnok úr, tisztelt képviselőtestület. Mindenek előtt köszönöm Tiszafüred város képviselőtestületének ezt a megtisztelő döntését. Motoszkál bennem a kísérőt, hogy azt mondjam, hogy kár, hogy a feleségemben hallotta ezt a laudációt. Őszintén mondom, hogy a döntés meglepett, és meglepetés volt számomra. Két okból is. Egyrészt aktív közéleti szereplő vagyok, parlamenti képviselő, így munkámat nem önmagában, hanem gyakran politikai metszetben szokták megítélni. Ez pedig azt jelenti, hogy mivel Magyarországon a politikai táborokat kulturális és történelmi gyökereiknél fogva mély megosztottság választja el egymástól, ritkán lehet a táborok között átbeszélni, elismerve a jót, a hasznosat, az értékeset. Másrészt, amikor értesültem arról, hogy a testület díszpolgári címről dönt, és a személyemet érinti, ragaszkodtam ahhoz, a korábbi elvemhez, hogy csak akkor kívánom elfogadni a képviselő testületi döntést, hogyha az egyhangulag, azaz tartózkodás és ellenszavazat nélkül születik meg. A díszpolgári cím ugyanis az én felfogásom szerint több, mint egy kitüntetés vagy elismerés. Ezt nem lehet az alapján meghozni, hogy ma mi vagyunk többségben, odaítéljük valakinek, holnap majd ti lesztek, akkor pedig ti fogjátok odaítélni valakinek. Ennek a címnek az odaítélése véleményem szerint
minden településen azt az egyetértést, közös összhangot kell, hogy kiváltsa, amely kételj nélkül ítéli meg jelölt személyiségét, munkáját és életvitelét. Ha a testületi tagok bármelyikében kételj van, akkor jobb a díszpolgári címet újra megfontolni. Mivel ez esetben a város képviselői, akik az őket megválasztó füredi polgárokat képviselik, egyhangú döntést hoztak, ezt köszönettel és hálával fogadom el. Tisztelt ünneplő közönség, életem elmúlt 24 éve összekötött Tiszafüreddel, a füredi emberekkel. Nagyon sok támogatást kaptam a város részéről, itt ez a előbbi szavakban is elhangzott. Sokszor volt meglepetés számomra az a szeretet, ahogy a fülediek viszonyultak hozzám, ezt nagyon köszönöm ezúttal is. Sok minden eszembe jut ilyenkor, persze az első 1990-es választások időszaka is. Emlékszem, hogy akkor engem is meglepett, hogy Tiszafüred 14 szavazó körzetében volt olyan, ahol már akkor a legtöbb voksot kaptam. Pedig hát akkor még kevesek tudtak rólam, vagy kevésbé ismertek a füredi emberek. Sajnos vannak olyan is, akik már nincsenek köztünk, azokból az emberekből. Itt talán az akkori jelöltek között, hadd idézzem föl a Füredről indult képviselő jelölteket, mondjuk Dányi Józsefet vagy másokat, Fekete Györgyre emlékszem az akkori időkből. De itt kell megemlítenem a város első polgármesterét is, a szabad választások után, dr. Zoltánt, aki felelősségteljesen és példamutatóan mutatta meg, hogy hogyan kell egy várost irányítani, nehéz, igen nehéz gazdasági körülmények közepette is. Vagy eszembe jut Szűcsem Sándor, nagy tiszteletű úr, aki nagyon sokat tett azért, hogy a református oktatás Tiszafüreden el tudott indulni. Sok minden eszembe jut persze, azok a beruházások, projektek, amelyekben részt tudtam én is venni, a Tiszató projektre gondolok, a munkahelyteremtő beruházások, amit meg tudtunk kicsit valósítani. De sokkal fontosabbak voltak számomra azok az alkalmak, amikor közvetlenül egy sportcsarnoki jótékonysági rendezvényen, egy foci tornán, vagy éppen egy halas napi rendezvényen tudtam találkozni olyan külföldi emberekkel, akik megosztották velem a problémáikat, akik elmondták, hogy mi az, ami igazából fontos számukra. Remélem, hogy ez a cím is azt fejezi ki, hogy igyekeztem értük tenni, nyilván mint ember véges erőforrásokkal, véges lehetőségekkel szerettem volna többet tenni, remélem, hogy életemnek majd a következő időszakában lesz még arra lehetőség, hogy ezt az elismerést megtalálja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azzal szeretném zárni, hogy ez a díszpolgári cím egyben egy szakaszát is zárja le az életemnek, hiszen önök is tudják, hogy a parlament döntött arról, hogy új választási rendszer alakul ki Magyarországon, a következő választás, ami nincs már túlságosan messze, egy új parlamentet fog létrehozni. Ennek a létszáma kevesebb lesz a mostaninál. 386 képviselő helyett 200 alatti létszámú parlamentünk lesz. A választókörök mostani berendezkedése megszűnik. 176 egyéni körzet helyett 106 egyéni körzet lesz. Így az előbb a bevezetőben itt említett Jászlókon Szolnok, vagy egy 8-as választókörzet is megszűnik. Az én életem is ebből a szempontból más irányt vesz, hiszen mindig is azt vallottam, hogy egy politikus alapvetően ott képviselje az embereket, ahol él, ahol életvitelszerűen lakik. Engem ott kértek most föl, ahol az életem már hosszú ideje zajlik. Úgyhogy ebből a szempontból szeretném ezt a díszpolgári címet megköszönni. Azt tudom mondani, hogy a jövőben is számíthatnak rám. Köszönöm szépen. Tiszafüred város képviselőtestülete iskolaszervező, közösségépítő munkájáért posztumusz Tiszafüredért díjat adományozott Szűcsem Sándor lelkipásztornak. Szűcsem Sándor 1951-ben született Nagyvarsányban. 1970-ben érettségizett a Debreceni Református Kollégiumban, majd 1971-ben kezdte meg tanulmányait a Debreceni Teológiai Akadémián. 1976-ban papi vizsgát tett. 1978. novemberében választották meg a Nyírlövő Lövő Petri gyülekezet pásztorává, majd 1996-ban hívta meg a tiszafüredi gyülekezet. Szívügye volt a helyi óvodai, iskolai tanítás, és kemény harcok árán kezdte meg az iskolaszervezést.
Az Antal kormány idején országgyűlési képviselő volt. 2002-ben tragikus körülmények között vesztette életét. A Tiszafüredér díjat özvegye, nagy tiszteletű Szűcsem Sándor névette át. Ugyancsak azt tudom mondani, amit miniszter úr mondott, hogy nagyon meglepte a családot, ez a döntés a városban. Férjem soha nem kapott elismerést, de jól ismer itt a város, hogy ő egy nagyon megosztó személyiség volt. Sokan sokszor nem értették meg, de úgy gondolom a mögöttünk lévő 12 esztendő sok mindenben igazolta azt a magatartást, azokat a szóbeli kitöréseket, azokat a megjegyzéseket, hogy nem lehettek pancserok, mindent szív szerint kell csinálni, vagy amikor mindig azt mondta, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Idézve ezzel költőket, akik nagyon sokat jelentettek az ő számára. Vagy például azt, hogy a por siet, a kő megáll. Mindezek a szavak az ajkáról visszamaradt emlékező mondatok, amelyeket a családban felnőtt gyermekek között szinte mindig emlegetjük. A magunk erősítésére, az, hogy a célt ne veszítsük el, és az általa megszabott pályáját a családnak tudjuk követni, és ahhoz hűségesek legyünk. Isten áldja meg mindazokat, akik kitalálták ezt a díjat, akik ezzel olyan lépést tettek, ahogy megszavazták, ami soha nem volt eszünkben, de nagyon jól esik a gyerekeknek is, és nekem is. Isten áldja meg Tiszafüred városát, polgármester asszony, miniszter urat, kormánybiztos asszony, és mindazokat, akik ennek a városnak az életében bármit tesznek. Köszönjük szépen a díjat! A tiszafüredi gyermekekért végzett áldozatos munkája elismeréseként Tiszafüredért díjat adományozott a képviselőtestület Hajdó Károlyné óvónőnek. Hajdó Károlyné 1956-ban született Egerben, sok gyermekes családban. A karcagi Gábor Áron gimnáziumban csecsemő és kisgyermekgondozó szakképesítést szerzett. 1975-ben az Örvényi úti óvodában kezdett dolgozni, képesítés nélküli pedagógusként. Óvónői diplomáját a Szarvasi óvónőképzőben vette át 1977-ben. A tiszafüredi óvodák meghatározó személyisége, munkaközösség vezetőként, a közalkalmazotti tanács elnökeként is dolgozott. Szívügyének tekinti a nehézsorsú, hátrányos helyzetű gyermekek segítését. 2013 óta tagja a Tiszatavi Tehetségsegítő Tanácsnak. 2013-ban óvodapedagógusi munkájáért megkapta a Brunswick Teréz díjat. Az elismerést Hajdú Károlyné fia, Hajdú Tamás vette át, aki édesanyja nevében köszönetet mondott a díjért. Köszöntöm a megjelenteket, tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestületi tagok. Kérem, engedjék meg, hogy egy pár mondatban köszönetet nyilvánítsak önöknek. Édesanyám nevében, aki nem tudott a mai ünnepségen sajnos egyéb elfoglaltsága miatt részt venni. Nagyon meghatott minket ez elismerés. Köszönöm, hogy úgy gondolták, hogy édesanyám munkássága érdemes erre a rangos kitüntetésre. A képviselőtestület közösségépítő tevékenységéért Tiszafüredért díjat adományozott Mihala Sándornak. Mihala Sándor 1948-ban született Izsákon. Középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, majd a Bajai Vízgazdálkodási Főiskolán vízgazdálkodási üzemmérnöki oklevelet szerzett. A Szolnoki Víz és Csatornamű Vállalat tiszafürendi kirendeltségének, majd a Tiszavíz Kft.-nek a vezetője. Ügyvezetőként 10 település ivóvíz szolgáltatásáért volt felelős. Aktív közéleti ember, 25 éve a Tisza Balneum Kajakenu Sportegyesület elnöke.
munkatársai szeretete a mai napig elkíséri. Tisztelt jelenlévők! Köszönöm szépen! Amikor 1987-ben ide kerültünk Tiszafüredre, amint képviselőként, a város pár művét építettük. Világéletemben építeni szerettem, és nem rombolni, és ezt folytatnám továbbiakban is. Hát ugye a nyugdíjasként elsősorban sport, és a kajakkenu egyesületünket segítve. Hát a családommal itt telepettünk le, Mihalány Júrikával 30 évig, több mint 30 évig szolgáltuk, úgy érzem, becsülettel ezt a várost. Gyerekeim és az unokáim jelen vannak, szerencsére. Ők Debrecenben élnek. Én sokáig nem éreztem magam tiszafüredinek, legalábbis még az országban sokáig dolgoztam, de aztán végül is a város befogadott, és én is szeretek itt élni. Szeretek itt élni, szeretem az itteni embereket, és szeretnék még a városért továbbiakban is sokat tenni. Hát az elsősorban majd az egyesületünknél, de más tevékenységben is gondolom, hogyha szükség van rám. Jelenleg már aktívan nem dolgozom, még visszakellenőrként Kelet-Magyarországon tevékenyek. Én köszönöm szépen a képviselőtestületnek, polgármester asszonynak ezt a megtisztelő címet, családom nevében is, és kívánom, hogy a város fejlődjön továbbra is, és legyen nyugodt élet a mindenkinek. Köszönöm szépen! Tiszafüred kultúrájáért elismerésben részesült, a tiszafüredi kulturális életben betöltött kiemelkedő szerepéért a Szőke Tisza Népzenei Együttes. 1974. március 18-án alakult meg a csoport a Hámánkató Termelőszövetkezet vegyes kórusaként. A jelenleg 30 fős együttesben 5 alapító tag még ma is dolgozik. Az együttes minősítéseken vett részt, Magyarországon kívül felléptek Romániában, Lengyelországban, Kassán is. Több kitüntetésben részesültek, arany plakettel, aranypálva díjjal, 2000-ben Tiszafüredért díjjal ismerték el munkájukat. Létrehozták a Szőke Tisza Népzenei Alapítványt, amely anyagi segítséget jelent különböző zenei események szervezéséhez. Szinte hihetetlen, hogy eltelt 40 év. Higgyék el, hogy az első próbákra talán jobban emlékszem, mint a most elmúlt hétfői próbára. Ez már a korral jár, ugye? Hát tulajdonképpen nem csinálunk mást, idézőjelben, csak a hagyományt ápoljuk, és szeretnénk, és akarjuk is átadni a fiataloknak értékeink azt, ami a miénk. Nagyon szoros kapcsolat van a gyerekekkel, diákokkal. És ahogy hallottuk, polgármester azt mondta, hogy 30 éve város vagyunk. Arra a pillanatra is emlékszem, a helyre is, sőt azt is, arra is, hogy kikkel énekeltünk akkor. Ugyanis a Szőke Tisza Népzenéri Együttes volt a városavaton, és a Kispál iskola, általános iskola énekkara, sajnos az a iskola azóta már nem létezik. Szeretnénk még ugyanilyen szép ünnepségeken nagyon-nagyon sokszor énekelni, remélhetőleg lesz módunk rá, már csak azért is, hogy mi korral még győzzük. Úgyhogy még 40 évet minimum kívánok magunknak, és a városnak, hogy hívjanak minket. Mi megyünk, és bárhova szívesen elmegyünk. Köszönetképpen Jakab Sándor énekkarosunktól hallgassanak meg egy nagyon szép verset. 19. század költői Petőfi Sándor verse. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez, mert nagy munkát vállalat magán, aki most kezében landot vesz. Ha nem tudsz mást, mit eldalolni,
saját fájdalmam s örömet. Nincs rá szüksége a világnak, ezért a Szentpárt félretett. Pusztában bujdosunk, mint hajdan népében bódes bujdosot, követte, melyet Isten külde, vezérül a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopnak rendelé a költőket, hogy ők vezessék a népet a boldogság felé. Előre hát mind, aki költő, a néppel tűzön vízen át, átok rá, ki elhagyja kezéből a nép zászlaját. Átok rá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy még a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis proféták, kik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy megálljunk, mert itt a gondosságnak helye van. Hazugság, szemtelen hazugság, mit milliók éhen, szomjan, készségbe esve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mindenki egy adán vészebb helyet, ha majd a szellem napvirága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhassuk, hogy megálljunk, mert itt van már panám. És addig nincs megnyugvás, addig folyvás küszkölni kell, talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel. De a halál majd szemeinket szelíd, lágy csókkal zárja be, s virágkötélen, sejempárnán bocsájt le a föld néve. A szokások szerint ezen az ünnepségen került sor a Benedek Gábor díjak átadására. Ezúttal Benedek Ferenc és felesége nyújtotta át az elismeréseket a fiataloknak. Kivételesen 4 fiatal sportoló részesült a díjban. Az Ifjúságpolitikai Bizottság javaslata alapján megosztva kapta meg a díjat a Mazsorett Együttes 2 tagja, Balogh Brigitta és Mihály Petronella. A legjobb fiatal sportolónak járó Benedek Gábor díjat Pető Adél és Fülöp Gergely kapta, mindketten a Tisza Balneum Kajakkenu Sportegyesület tagjai. A díjak átadása után kért szót dr. Lebovics Imre, Tiszafüred díszpolgára. A professzor úgy érezte, hogy ebből az alkalomból szólnia kell a város lakóihoz. Arra emlékeztetett, hogy 70 éve történt, amikor a vidők zsidóságát 600 ezer főt 6 hét alatt átadták egy idegen hatalomnak, amely a zsidók 90%-át megölte. Horthy Miklós és Sztójai Döme miniszterelnök szerepét idézte, és említette családjának tagjait, akiket a tiszafüredi téglagyárban gyűjtöttek össze. Megköszönte, hogy Tiszafüred támogatta a mártírok emlékművének felállítását a zsidó temetőben. A szomorú múltidézés után Pintér Erika polgármester bezárta a képviselőtestület ünnepi ülését.